Pár hónapja megfogadtam, hogy fogyaszthatóbb formába öntöm az olyan régebbi videóimat, amelyeket korábban hasznosnak találtatok, és mivel a jelenlegi helyzetben talán még többet nyerhetsz azzal, hogy hatékonyabban tanulsz, ezért úgy döntöttem, hogy ezt a témát dolgozom fel újra. Ebben a videóban tehát olyan tippeket találsz, amelyek segíthetnek abban, hogy kevesebb idő alatt több anyagot tudj maradandóan feldolgozni. És már most megkérlek, hogyha van valami tipped vagy saját tanulási módszered, akkor oszd meg velünk bátran a komment szekcióban, mert biztosan hasznos lesz valakinek, aki rákattint erre a videóra. De nem akarom húzni az idődet, vágjunk bele! Az első tippem az, hogy a napi tanulásodat 25-30 perces időblokkokban valósítsd meg. Ez azért hasznos, mert az emberek átlagosan ennyi ideig képesek koncentráltan odafigyelni az új információkra. Ha tanulásról van szó, akkor biztos hallottad már azt, hogy az anyagot be kell seggelni, vagyis addig kell ülni felette, amíg nem tudod az egészet, és ha ez nem sikerül, akkor rosszul seggeltél. Viszont fontos tudnod, hogyha nem tartasz jól betervezett szüneteket, akkor felborul az egyensúly és csak kimeríted magadat, aminek az lesz az eredménye, hogy a tananyag nagy részét nem leszel képes hatékonyan feldolgozni. A módszer lényege tehát az, hogy egyszerre csak egy 25-30 perces időblokkot töltesz tanulással, és minden blokk után tartasz egy 5-10 perces szünetet, amiben valami olyasmit csinálsz, ami feltölt, vagy amivel legalább nem terheled tovább az agyadat. Készíts egy teát, csukd be a szemed pár percre, vagy mondjuk mozgasd át magad. Semmiképp sem ajánlom a mobilozást, a közösségi platformok látogatását, mert ez olyan információdömpinget jelent az agynak, amivel csak csökkented az összpontosításra való képességedet. Egyértelműen nem ajánlod belekezdeni mondjuk egy filmbe vagy egy sorozatba, mivel ha csak 5-10 percet nézel meg belőle, akkor biztosan ott motoszkál majd a fejedben, hogy vajon mi lesz a végén, ez pedig szintén leköti a figyelmed egy részét, ami hátráltat a tanulásban. Ezt a módszert azért tartom nagyon hasznosnak, mert megmutatja, hogy ha fegyelmezetten, koncentráltan dolgozol, akkor rövidebb idő alatt többre vagy képes. Emellett pedig segít abban, hogy megszeresd a tanulást, mert nem csak egy bizonytalan ideig tartó szenvedést látsz majd benne, hanem viszel bele egy kis rendszert, és ezzel egy kis kihívást is, amit tök jó érzés teljesíteni. Én mindig ezzel a módszerrel dolgozom, és imádom. A második tippem az, hogy rendezd a tanulási környezetedet, mielőtt nekilátsz a munkának. Az első és legfontosabb az, hogy ne legyen semmi felesleges dolog az asztalodon, és hogy a telefonodat tedd egy olyan helyre, ahol nem látod. Mondjuk egy fiókba, vagy magad mögé valahova. Ha a szobádban tanulsz, akkor úgy helyezd el az asztalodat, hogy amikor leülsz hozzá, háttal legyél az ágyadnak. Így sokkal jobban ellen tudsz állni annak, hogy koncentrálás helyett elkezdj henyélni. Sokat segíthet, ha szerzel egy lámpát és ráragasztasz egy cetlit, amin az áll, hogy tanuló lámpa. Elsőre talán furcsának tűnik, hogy felcímkézed, de ez csak a kondicionáláshoz kell. Amikor leülsz tanulni, kapcsold fel a lámpát, és amikor szünetet tartasz, vagy elterelődik a figyelmed, akkor kapcsold le. Így az elméd összeköti a tanulóüzemmódot azzal, hogy ég a lámpa, és a felkapcsolása később segíteni fog abban, hogy gyorsabban tudj összpontosítani, és így hatékonyabb legyél. A következő tippem az, hogy tanulj aktívan. Az nem nevezhető aktív tanulásnak, hogy újra és újra elolvasod az anyagot addig, amíg meg nem jegyzed. Hosszú távon ez azért nem tanácsos, mert a tananyag nem feltétlenül egy jól rendszerezett állapotban marad meg, hanem csak egymásra pakolod az infókat. Hogyha az építő elemek nem kapcsolódnak egymáshoz, akkor baromi nehéz maradandót építeni. Az aktív tanuláshoz az a legjobb és egyben legegyszerűbb, ha tanulás előtt felteszed magadnak azt a kérdést, hogy mit szeretnél pontosan megtudni az előtted lévő anyagból. Az aktív tanulás esetében nagyon fontos, hogy a koncepciókra és ne csak a tényekre koncentrálj. Tegyük fel, hogy az emberi test csontjait szeretnéd név szerint megtanulni. Ha a dolog koncepcióját akarod megérteni, akkor azt a kérdést teszed fel magadnak, hogy melyik ez a csont és mi a feladata ennek a testemben. Amennyiben pedig csak tényeket akarsz megtanulni, akkor azt kérdezed majd magadtól, hogy mi a neve ennek a csontnak, és itt be is fejezed. Az emberek nagy része könnyebben megjegyzi és megérti az adott dolgot, hogyha csatolni tudja valamihez. Hogyha tudod azt, hogy az általad kinézett csontnak mi a szerepe az egész rendszerben, akkor már egyel több dologhoz tudod csatolni. Hogyha ismered a koncepciót, akkor könnyebben hozzákapcsolhatod a tényeket is, viszont enélkül a tények nagyon hamar elhalványulnak. Ezért használnak a jó előadók és tanárok például történeteket arra, hogy átadjanak egy bizonyos tudást és gondolkodásmódot.
Azt, hogy mennyire voltál aktív, úgy tudod a legjobban felmérni, ha befejezésként leteszteled a tudásodat. Kézenfekvő módszer, ha a tanulás elején fel is írod magadnak, hogy mit szeretnél megtudni az anyagból, és miután végzel, ezt fejted ki magadnak a lehető legegyszerűbben. Ezután tisztán láthatod, hogy mit kell még átnézned, és mi maradt meg a kellő szinten. A hatékonyságodat jelentősen befolyásolja az is, hogy rendesen alszol-e, szóval mindenképp kövess egy egészséges alvásrendet. Vannak alkalmak, amikor muszáj fennmaradni, de az esetek többségében, ha nem halogatsz és aktívan tanulsz, akkor ez elkerülhető. Nem tudom pontosan, hogy hogyan zajlik jelenleg a távoktatás, hogy vannak-e élő órák, de a negyedik tipp az, hogy óra után nézd át a jegyzeteidet, és azonnal egészítsd ki olyan információkkal, amiket esetleg nem írtál fel, de még emlékszel rájuk és fontosnak tartod őket. Ha erre rászánsz 5 percet az óra után, akkor remek alapot fektetsz le a későbbi tanulásodhoz. Hogyha pedig valamit nem értesz, akkor kérdezd meg róla egy osztály vagy csoporttársadat, vagy akár a tanárt. Ha pedig tudod, hogy valaki jó jegyzeteket készít, akkor megéri összehasonlítani a sajátodat az övével. Azt viszont semmiképp sem ajánlom, hogy csak lemásold mások jegyzeteit, mert a jegyzetkészítés az aktív tanulás egyik legjobb formája, és ha másolsz, akkor csak egy olyan vázat kapsz, ami egy másik ember gondolatmenete szerint készült. Az ötödik és talán legértekesebb tippem az, hogy azt az anyagot, amiből fel kell készülnöd, tanítsd meg valaki másnak is. Ha tanulás közben tudod, hogy ezt később át szeretnéd adni valakinek, akkor motiváltabb leszel, és sokkal jobban figyelsz a fontos részekre. Tanítás közben pedig még idő előtt fényderülhet az esetleges hiányosságokra, és így tudni fogod, hogy az éles helyzet előtt mit kell majd átnézned. Érdekes lehet az, hogy néhány megbízható társaddal felosztjátok a tananyagot, és a saját részét mindenki leoktatja a csoport többi tagjának. Ezzel a módszerrel egy kis játékot vihettek a tanulásba, és amellett, hogy megismeritek egymás nézőpontját a tanulnivalóval kapcsolatban, azonnali visszajelzést is kaphattok egymástól. Ez a módszer egyébként rengeteget segíthet az előadókészség fejlesztésében, ami sokat számít a szóbeli számonkéréseken és vizsgákon is, szóval csak ajánlani tudom. Persze, mivel jelenleg járványhelyzet van, videócseten keresztül kell megoldanatok az ilyesmit, de ez is teljesen megfelel. Abban az esetben pedig, ha nincs kit tanítanod, akkor foglald össze írásban, amit megtanultál, vagy vedd fel a telefonoddal úgy, mintha elmagyaráznád valakinek. Összefoglalva, a lényeg az, hogy a tanulást ne felesleges rosszként kezeld. Oszd be az idődet, és 25-30 percenként töltődj fel egy kicsit. Alakítsd úgy a környezetedet, hogy az elősegítse a tanulásodat, és tanulj aktívan, ne csak a felszínt kapirgáld, mert az több időt és energiát vesz el tőled, mint kellene. Igyekezz jegyzetelni, mert rengeteget segíthet abban, hogy átlásd az összefüggéseket, főleg ha a tanár is érti a dolgát. Végső soron pedig tanulj úgy, mintha a tudásodat később át is kéne adnod valakinek. Bízom benne, hogy ezek a tippek segítenek abban, hogy hatékonyabban tudj tanulni. Amennyiben tetszett a videó, dobj egy lájkot, és ha a többiről sem szeretnél lemaradni, akkor mindenképp iratkozz fel, és kapcsold be az értesítéseket is. Köszönöm, hogy rám szántad ezt a pár percet. Tanulj hatékonyan. Szia!